Kistarcsán az egykori internálótábor falánál tartottak koszorúzási ünnepséget az 1956-os forradalom 65. évfordulóján. A himnuszt a Simándi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény fúvós zenekara játszotta, majd Túri Irén művelődés szervező köszöntötte a résztvevőket. A harcokban a titkosítás alól feloldott dokumentumok alapján 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár vesztette életét. A forradalom következményeként közel 200 ezer magyar hagyta el az országot. A megtorlást követő három évben mintegy 400 embert végeztek ki, több mint 21 ezer személyt börtönöztek be, körülbelül 18 ezer embert internáltak. A mai nap az emlékezés napja. Emlékezzünk azokra a fiatalokra, akik nemzetünk jövőjéért harcoltak. Emlékezzünk azokra a hősökre, akik a nemzet érdekében összefogtak és áldozatot hoztak. Márai Sándor Mennyből az angyal című versét Medve József adta elő. Ebből idézünk. Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár, és a pásztor az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, Mennyből az angyal. A kistarcsai kültéri rendezvény koszorúzással zárult. A program a Csigaházban folytatódott, ahol a Simándi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény tanulói adtak elő irodalmi játékot.